Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban Transformers Cybertron Legend Class Jetfire kerül bemutatásra. Igen. Az egyik kedvenc karakterem a Cybertron sorozatból, és maga ez a figura az egyik legrégebbi a gyűjteményemből, mely még gyermekkoromból származik. Ah, micsoda megható pillanatok. Igen. Szóval valóban tényleg ez az egyik legrégebbi figurája a gyűjteményemnek. Szerencsére egész jól túlélte ezt a sok-sok évet, amíg nálam volt. Gyermeki mindenféle próbálkozásaim ellenére is. Igen. Egyedül tényező, ami kicsikét talán így elöregedett rajta itt a vállánál, ezek a kis flopnik, amik lazák, de még mind a kettő megvan, szóval semmi probléma nincs vele kapcsolatban. Nos, ez az icike-picike verziója a figurának érdekes módon majdhogy nem egy az egyben követi a nagyobb verziójának az átalakulását, egy lényeges lépést kihagyva, melyet természetesen meg fogok említeni, nem sokkal azután, hogy megnéztük az ő méreteit. Kedvenc LEGO emberkém és LEGO technik emberkém társaságában látszódik, hogy azért egy Legend Class figurához képest mégis egy terjedelmesebb figurával van dolgunk. Magasságát tekintve, így felállítva és eldöntve lapos, felállítva viszont magasabb, mint sem még technik emberkém is, ami Legend Class figurához képest azért mégiscsak egy érdekességnek számít. Nos, félretéve őkelméket, így behozom a képbe Nano emberkét, kivel kapcsolatban csupán annyi megjegyzésem van, hogy Jetfire még hozzá képest is idézőjelbe kicsi, mert hogyha így megnézzük a kettejüket, hát Nano emberke, ha megpróbálunk belepasszírozni Jetfire-nek a pilótafülkébe, nem lenne túl kényelmesen elhelyezkedve benne. Szóval igen, valóságban ilyen kis körömnyi kis ekkora emberke lenne, hogyha arányos lenne, de ekkora emberkém nincs, szóval maradjunk annyiban, hogy nézzük meg az ő konkrét méreteit, kedvenc mérőmanunk segítségével, kivel megállapíthatjuk, hogy Jetfire teljes hosszúsága 11,5 cm-es, szélességét tekintve teljes szárnyfesz távolsága, pedig hasonlatos méretekkel rendelkezik, 10,5 cm-es, magasságát tekintve pedig az egész figura körülbelül 2 cm magassággal bír ezen módjában. Nos, csupán az arányok és mienségek véget, íme Jetfire társaságában. Igen, szóval így a kettőjük méterránya egy kicsikét eltér, és mit nem mondjak, azért jópofán néz ki a kettőjük így egymás tetején nézve, de a hasonlóságok tagadhatatlanok, illetve az, hogy egyik a másik, az tagadhatatlan. Nyilvánvaló eltérések azért észrevehetők a kettőn, de ettől függetlenül tagadhatatlan, hogy az egyik a másik, azaz a kis verzió igencsak jól alkalmazkodik a nagy mienségéhez. Igen. És aki így a videó elején kíváncsi lenne rá, igen, Cybertron Jetfire is bemutatásra került a csatornán még nagyon régen, amikor még halkabban beszéltem a videók alatt, és nem volt annyira dinamikus a beszéd miensége, mert még épp akkor kezdtem csak el a videózást. És emiatt az a videóm, hát nem azt mondom, hogy nem igazán hasonlít ezekhez, csupán kicsikét más a ritmusa a videóknak, de ettől függetlenül a videó linkjét megtalálhatjátok a videó leírásában. Ezen videó leírásában észszerűen. Nos, Jetfire-t félretéve Jetfire mellől, essünk is neki ezen icike-picike figurának az átalakításához, mely szerencsére túl sok időt nem fog igénybe venni. Első lépésként azt fogom tenni, melyet a nagy figuránál nem lehet, mégpedig az, hogy ezt a két kis vállán látható kis flopnit fölhajtani. Őszintén szóval ez az apró lépés igencsak hiányzik számomra a nagy figurához képest. Másik lépés pedig
megfogjuk és kiemeljük ezt az alsó részt, miközben kiforgatjuk a lábokat. Ionikus múló a nagy figuránál ugyanígy van. Egy az egybe ugyanez az átalakítási metódusa, talán annyi, hogy itt a fejénél egy kis flopni takarja el a fejnek a kilátszó részét, illetve alulról nem látszik az jármű módban, de hát ez ilyen apróságok azért csak nem akadszák meg az embert, miközben az előső részt lehajtjuk és ezen pöcökbe beakasztjuk. A nagyobb verziónál ezen művelet során ez a két kis flopni jön ki, és az demonstrálja az egyik automorf gimmickjét a figurának. Igen, igen, ezt követően lehajtjuk egyik és a másik kezét, és tulajdonképpen már itt is van előttünk Jetfire a maga kis Legends-es mienségében, és ez a hatalmas nagy lyuk a figura oldalán, sajnálatos módon a nagy figuránál is jelen van, szóval ez egy olyan dolog, amit sajnos nem tudunk elkerülni, ám az elkerülhetetlen, hogy, megnézzük a figurát egy kicsit közelebbről, így a kamera előtt. És mit nem mondjak, azért egy aranyos figurával van dolgunk, tehát teljesen jól reprezentálja a nagy figurát, és jól mutatnak egymás mellett a polcon ezen apró verziói nagy karaktereknek, még hogyha ugyanazon kibli részekkel is rendelkeznek, mintsem a nagyok. Nos, miután gyorsan körbeforgattuk a figurát, nézzük is meg az ő méreteit, kedvenc LEGO emberkém és LEGO technik emberkém társaságában. Igen. Igen. Nos, látható, hogy Jetfire, ahogy a legtöbb Legends figura, technik emberkéhez képest arányos, és aki kérdezné, mérő vonó segítségével gyorsan megmondom, technik emberke magassága 9 cm-es, mivel a legtöbb Legend Class 10 cm alatti, ezért arányos technik emberkéhez. Remélem ezt az információt később videóknál is követni fogják a csatorna rendszeres nézői. Nos, féltéve emberkénket, vagy még azon nyilvánvaló összehasonlítás véget, technik emberkénket összehasonlítottuk, és most pedig megnézzük mérő manunkkal, hogy Jetfire ezen módjában mekkora is. Nos, Jetfire teljes magassága a vállán lévő kis flopniktól a talpáig egészen körülbelül fókusz. Ha, ez a videóban most minden mozog. Na, még egyszer, tehát Jetfire teljes magassága körülbelül 9 cm-es, talán, hát igen, 8,5 cm-es, hogyha megnézzük, váltól válik fölhajt a szárnyakkal 6,8 cm-es, mélységét tekintve pedig a sok-sok kibli miatt pontosan 5 cm-es. Igen, igen. Miután ezen lényegi dolgokon túl vagyunk, nézzük meg Jetfire mozgathatóságát. Igen, igen. Jetfire feje képes és lefele néz, majd kiszerését kicsikét macerásan, de meg tudjuk ismételni, így né. Válla csupán ennyire megy föl. Maga a váll szerkezet a nagy verzióhoz képest nem mozgatható, csupán előre és hátra tud mozogni a válla, oldalra, fölfele csak ennyire. Törzse mozog, de akadályozva van itt a kép orra miatt, lába tulajdonképpen föl tud menni egészen, de így alulról látszik, hogy már a figura lába picit oldalra is megyek közben, térde pedig, hát, hogyha így tesszük a lábait, akkor van neki, de hogyha rendesen, ahogy a nagy figuránál lenne, akkor tulajdonképpen nem rendelkezik térdel ezen pici verziója a karakternek, és hát igen, lábfeje pedig az eredetének sem túlságosan mozgékony, de ennek pedig be van öntve a helyére, szóval nem túlságosan aktív, és ezen pici verziójánál értelemszerűen nem működik a Cybertron gimmick, melyel ez a rész kiugrana innen föntről, de cserébe ez a rész üreges, illetve alulról is üreges. Szóval igen. De, hogy értelemszerűen egy jópofa dologgal zárjuk a videót, nézzük meg Jetfire-t. Jetfire mellett. Igen, igen. Szóval azért a méretbéli különbség szinte egyértelmű, de ettől függetlenül az, hogy a két figura hasonlít átalakítva, tagadhatatlan, illetve az, hogy egyik a másik, az is tagadhatatlan. Értelemszerűen a kisebbik kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a nagyobbik. Oh, micsoda meglepetés, de ugyebár a kicsi verziónak csupán reprezentálnia, azaz bemutatnia kell a nagyot, és ezt a kicsi igen jól hozza. A legfőbb különbség, melyet említettem, itt a vállaknál rendelkezik, mégpedig az, hogy a nagy verzió vállát képes
fölfele emeli és lefele is, mely igencsak furcsán néz ki ezen nagy szárnyaknak a mozgatása során, és mit ne mondjak, itt jön képbe az az apró tulajdonság, melyet a kicsinél, igencsak, hát nem irigyelek, hanem igencsak tetszik, hogy a vállainál ezt a részt föl lehet hajtani, mely igencsak segítette volna a nagy verziónak a polcon való elhelyezését, mely mit ne mondjak, igencsak materás, pontosan ezen hatalmas szárnyak miatt. De ez a videó nem erről a figuráról szól, hanem erről. Így hát, sajnálatos módon túl sok mindent más nem tudok megemlíteni, ezért ott vagyunk, hogy köszönöm, hogy megnézted a videómat. Amennyiben tetszett ezen apróság videója, kérlek, itt hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, itt teheted meg, és amennyiben ilyen és hasonló videók vagy kíváncsi, itt iratkozhatsz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok! Pa-pa!